tisztelettel töntöm az elátkozott szabadság mai névét, és szeretettel dr. Boros Imrét, aki volt miniszter. Akkor induljunk el onnan, ahol született. Hát ez egy zalai, nagyon csöpkösség, csöde. Zalalövő és Őri Szentpéter között, az erdő közepébe. Uh-huh. Ma 90 lélek lakik ott körülbelül. Uh-huh. 47-ben ott születtem. És aztán utána szüleim Zalaegerszegre költöztek, mert apám 41-49 között rendőr volt. Székely földről került át ide Magyarország, és 49-ben kitették a rendőrségről. És így aztán 48-ban beköltöztek, és mi Zalaegergen maradtunk. A nagyszülők pedig ott éltek tovább. Uh-huh. Csödébe, de nem is bent a községben, hanem kijebb egy kis tanyán. Egy ilyen régi családi örökség volt ez. És ön Zalaegerszegbe járt középiskolába? Igen, általánosba, középiskolába, uh-huh. a Petőfi iskolába, és aztán a Zrínyi gimnáziumban, amelyik hát a mai napig az országos viszonylatban mindig az első 10 között, általában inkább az első 5 között van. És utána? Hát utána felvételi az egyetemre, közgazdasági egyetemre. Ez hányban volt? Ez 65-ben volt. Uh-huh. Egy év katonaság, olyankor ugye az már második éve volt annak, hogy előfelvétel is ként került az emberbe, és egy év katonai szolgálat Kalocsán. A Kalocsai az egy elég szigorú ezred volt, ott azt szokták mondani, hogyha nekünk azt mondták, ha nem jó viselkedünk, megyünk lentébe, de ahogy hallottuk, lentében meg azt mondták, ha nem jó viselkednek, majd meglátják Kalocsán, milyen jó dolgú. Tehát az a lényeg, hogy ön a Közgazdaságtudományi Egyetemre járt, 5 év után végzett. Hát nem, 4 év volt akkor még, meg egy fél év gyakorlati idő. Szakdolgozatot készítettem a valutárfolyamokról. Hágel Mája professzor úr, meg Rísz professzor úr, Isten nyugtassa őket, két kiváló szaktekintély, ugye Hágel Mája többet tudunk, mert ő aztán az állami számvevőszék, István, aki az állami számvevőszék megalapítója lett később. Náluk tanultam, szakdolgoztam, ott buzdítottak arra, hogy egy kicsit a nyelvekkel foglalkozzam többet, és aztán sikerült is. És utána tön a Magyar Nemzeti Bankba került? Valójában én már ösztöndíjasként a Magyar Nemzeti Bankban voltam ösztöndíjas, az Zalaegerszegi fiókhoz, illetve igazgatósághoz, csak a Hágel Mayer kérésére megengedték nekem, hogy ne vonuljak le Zalaegerszegre, hanem az első 3 évet a pénzügy tanszéken töltöttem, doktori disszertációt írtam, angolból, németből, oroszból vizsgáztam, s hasonlók, és 74-től dolgoztam effektív a Nemzeti Bankban, de fenntartottam a egyetemi státuszt is a mai napig. Ön tag volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak? Igen, egy darabig tagja voltam, 88-ban maradtam ki belőle, hogy úgy mondjam. Na most mindkettőnk előtt nyílt titok, hogy ön nagyon-nagyon sok támadás éri, sok minden miatt. Érte, íri a sajtóban és mindenhol. Hát a sajtó egy részében. A sajtó egy részében, és most azért vagyunk itt, hogy mindenről őszintén beszélgessünk. Jó, hát remélem, igen. Kiválasztottam egy idézetet az egyik sajtótermékből, és szeretném, hogyha ezt most közösen megnéznénk. Igen. Boros Imre mozgalmas éveket tudhat maga mögött. Az antikommunista polgári kormány minisztere ugyanis megjárta az MSZMP-t, szigorúan titkos tisztként kapcsolatban állt az állampárt titkosszolgálatával. Jelentős vagyonnal rendelkező vállalkozásokat hozott létre. Hát honnan van ez? Hát azért itt nagyon komoly vádak, igazságok, azoknak hát, az egybelege? Egyetlen egy igazság, hogy az MSZMP-nek tagja voltam 88-ig. De miért? Hogy miért voltam tagja? Igen. Hát ez nagyon egyszerű volt. Én egy éves kiküldetésben voltam Kubába, 77-78-as tanévre, egyetemi kiküldetés volt. Nemzetközi pénzügyeket tanítottam, és nagyon, hogy mondjam, szerettem ezt a munkát. Aztán hazarendeltek, és hát akkor már ilyen Nemzeti Bankban devizakereskedelmi osztályon voltam, és ott elég jó bele lehetett a dolgokba látni. Úgy tűnt, hogy 78-79-ben valami pozitív változás indul el. És hát az embernek ezt tapasztalni kellett, és akkor volt egy nekilendésem,
és azt mondták, hogy belülről többet lehet segíteni az ügyeken, mint kívülről, de hát ez ebben elég gyorsan csalódni kellettek. Körülbelül 83-ra érett meg bennem az, hogy ez egész egy nagy átverés, és 81-82-ben, amikor ez a hitelválság volt, amiben azért nekünk elég nagy szerepünk volt, már nem a válságban, hanem a kilábalásban, akkor egy, azt mondanám, végleges illúzióvesztés következett benne állam, és aztán utána tulajdonképp ugyanazzal az ostorral csapkod a sors, amivel akkor, meg ma is, és ugyanazok. Na most ennek a újságcikknek volt még egy tagmondata, hogy a titkos szolgálat, de erre van még egy ráerősítő idézetem. Na, igen, tessék. Szeretném ráerősítést. Nekem is lesz egy kután. Jó. A történeti levéltár 009/29-es számú okirata szerint Boros Imre százados a D8-as számú elvtárs, a 3/2-es osztály fizetett, szigorúan titkos államnyú tisztje volt. Na, most hagyd mondjak valamit. Ugye ön a... inkább. Jó, tehát ön a D208-as, a Megyesi Péter a volt miniszterelnök, meg pedig a 209-es. Igen. Igaz az, hogy ön a 208-as számú szigorúan titkos ügynök volt? Nem, hát ha már maradjunk volt, akkor a itteni bejátszásnál 08-as. Én nekem is ez akkor jutott tudomásom, amikor Népszabadságból olvastam. És történet, utána több helyen. Mindjárt mondom, utána még 1000 helyen persze. A történethez a következő tartozik. Volt a Magyar Nemzeti Bankban egy nagy pénzügyi botrány, amiből valami átjött a közvéleménybe. 87-ben fedezték fel Volkswagen alkalmazottai, akikkel egyébként álltunk üzleti kapcsolatban, rendes, normálisban is, egy csomó papírt hasítottak a Magyar Nemzeti Bank nevére, ami, hogyha igaz lett volna, akkor kb. 500 millió márka veszteséget okozott volna a Nemzeti Banknak. No, interpolos megkeresés volt, magyar hatóság beengedték az Interpolt, sajnos a Volkswagen embereit is, ez hiba volt, úgy utólag. Szumma szumárom kiderült egy pillanat alatt, hogy Nemzeti Bank oldalról semmi probléma nincs, ezzel szemben Volkswagen oldalról van bőven. Csak úgy mellesleg jegyzem meg, alulról fölfele 7 szintet fejeztek le, majd amikor az egész lezárult, az elnököt is kirúgták, utána lehet nézni a dolgoknak. Igen ám, de a Volkswagen valahogyan elvédelmében a Nemzeti Bankot is elkezdte sározni, gyalázni a német sajtóba, én meg olvastam, olvasok németül. Hát elég sokat balhéztam, hogy csináljunk már valamit. Na, mentek az ügyek jobbra-balra, végül semmi fogást nem találtak a Nemzeti Bankon, de a FAUV indított egy látszatpert, amely látszatpert pillanat alatt le lehetett volna seperni az asztalról. Én látom, hogy a Nemzeti Bank vezetőinek valahogy erre nem füllik a foguk, meg egyéb konfliktusaink is voltak, akkor már az eladósodás miatt 85-86-87-ben, és én meguntam is, azt mondtam, hogy én elmegyek a Nemzeti Banktól, akkor kezdődött a bankreform. Elmondanám végig. De hogy ügynök volt ön D2-08 vagy nem? Várj egy pillanat, eljutunk oda. De előzetesen, hogy igen vagy nem? Nem. Természetesen nem. Sőt, nem ügynök, hát ez nem ügynöki minősítés, szigorúan... A 3/2-es? Ez a minősítés, ez mindennél magasabb rangú. Én állítólag százados voltam. Igen. Tehát nem, hogy ügynök lettem volna szerint, hanem én egy hálózatot üzemeltettem volna. Hát ezzel a ranggal eszkete, nem egy sima ügynök, besugó. Tehát azért is túlméretezett ez a vád. De eljutunk ide mindjárt. Jó. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy ez a látszatper ment, a Nemzeti Bank pedig, azt mondanám, lefeküdt. Én, amikor távoztam a Nemzeti Bankból, a Nemzeti Bank azzal engedett át a Magyar Hitelbankba, hogy szakértőként a perek volt. Büntető per, németek ellen egy csomó, meg polgári per, ez a látszat per. Rendelkezésre kell állni, amit én teljes mértékben normális feltételnek tekintettem. Igen ám, de azt a módot, ahogy ezt az ügyet kezelték, azt viszont nem tekintettem normálisnak. Ezért többször a Nemzeti Bankban is, és a nyomozásban résztvevő rendőrök, ügyészek volt több, tehát egész sorozat volt, ezt szóvá tettem, akik viszont ezért elég görbe szemmel néztek rám, és idő után nem is nagyon voltak kíváncsiak a véleményemre. Majd, és akkor itt jön a rendszerváltás, nem tudom micsodája, 93-ban tapasztaltam, hogy peren kívüli egyességként a magyar állam
Nemzeti Bank kifizetett mindegy 70 millió márkát a németeknek, a nem tudom én mi a bűnös. Igen, 65 fenére. Milliót fizetett. Hát pontosan nem tudom mennyi. Az adatom 65 milliót. Elképetten hallgattuk ezt a hírt, és majd teltek, múltak az évek, és kiderült, hogy én rendőrtiszt voltam. Ám de, pekjük van a illetőknek, mert azt mondták, hogy fizetésem van, bizonyítani. 16.500 forintot neveztek meg, hogy na hát a feleségem kapott. Rendesen le is számoltatna ezzel a pénzzel, de nekem sajnos erről van egy papírom, mert egész véletlenül 90-ben, amikor én még állítólag ilyen magasrangú rendőrszázados lettem volna, akkor is kellett volna fizetést kapni, de az APEC azt az évi adókimutatásomat tételesen ellenőrizte, tehát mindent megvizsgált, akkor ugye a második évét írtuk már az ESZÁ-nak, és valahogy egész véletlenül semmifajta ilyen jövedelmem nincs, az egyik dolog. Másik, bocsánat, hadd kérdezem, tehát ugye ön a D, ezek szerint, de, a sajtóhírek de, szerint, ön a D208-as.